Kisebb tömeg vette körül szombat reggel a szabadkai tejpiac közelében azt a bevándorlót, aki a földről kínálta a portékáját. Minden meglepően olcsó volt nála. A fa gyerekjátékokat csupán 400 dinárért kínálta. Mellette tartós élelmiszereket árult egy migráns férfi. 4 darab bébi ételt, 2 csomag kekszel megkaptunk volna 100 dinárért. Nem árult el, miért ad el mindent áron alól. Ők is menekültek? Ezek mindig, ezek. Ezek itt mind menekültek, és kapják, és árulják. A MyCream-ből 5-öt vásárolhattunk volna, szintén 100 dinárért. Egy környéken kéregető férfi elmondta, nap mint nap megjelennek a bevándorlók a tájpiacnál a reggeli órákban, és amit csak tudnak, eladnak a helyieknek. Ezek minden nap itt vannak, 4-5-6-on. Á, minden talán. Gondolválkozunk, nem eszik, mert tudja, disznó, meg mit tudom, hálózsákokat. Azokat is árulnak? Az ember mit az előzőt. A játékok és élelmiszerek mellett UNICEF feliratú gyermekpólók is megtalálhatók voltak az eladásra kínált áruk között. A menekültek, amit a segélycsomagban kapnak, azt a szabadkai tájpiacon próbálják áruba bocsájtani. Mi is egy ilyen pólót vettünk 100 dinárért.